A téli szünetet követően beindult a nagyüzem a városi stadionban, hétköznap esténként 6 salakos pályán rúgják a labdát a kispályás foci szerelmesei. A két öreg fiúk csoportban, valamint a 8 különböző erősségű csoport 113 csapatában közel 3000-en sportolnak rendszeresen. A mezőnyben mindössze az A csoport élén álló Red Wolf mondhatja el magáról, hogy veretlenül vágott neki a tavaszi szezonnak. Van olyan csoport, sőt nagyon sok, amelyikben 5-6 csapat még esélyes arra, hogy magasabb osztályba kerüljön, vagy éppen a kiesőknél is ilyen a helyzet, tehát nagyon kiegyensúlyozott a bajnokság, ennek nagyon örülök, színvonalas, hát főleg az A csoport és az öreg fiúk első osztály, itt fantasztikus mérkőzések vannak, nagyon ki voltak már éhezve a csapatok a játékra. Márton Árpád, aki 30 éve játszik a kispályás bajnokságban, elmondta, hogy mi az, ami a futball mellett kicsábítja az amatőr sportembereket a stadionba. Baráti társaságok, ismerősök, munkatársak összejárnak, és gyakorlatilag egy nagy családot alkottak. Aztán, ha a büfében is a stand mellett ott is mindenki megtalál mindenkit, úgyhogy ha nem az életben máshol nem találkozunk, de itt a stadionban igen. A tavaszi szezon június közepén ér véget, azt követően a hagyományos szuperkupán döntik el a csoportgyőztesek az abszolút bajnoki cím sorsát.